Magyarországon 2013 óta létezik a Tudományos és Technológiai Park kategória. Ez az ipari parknak egy 21. századi innovatív üzleti modell alapján továbbfejlesztett változata. A különbség elsősorban a vállalatok kutatás fejlesztésében és a hozzáadott értékben tükröződik. 2017 végére 12 tudományos és technológiai parkot alakítottak ki Magyarországon, illetve további 10 előkészítés alatt van. Most a Mátészalkai Ipari Park is szeretné elnyerni a címet, ennek érdekében együttműködési megállapodást írt alá a település önkormányzata a helyi ipari park vezető optikai cégeinek a képviselőivel. Ez nyugaton és külföldön ismert Science and Technology Park, tehát ez egy abszolút bevett modellje a modern gazdaságfejlesztésnek, és amikor egy befektető külföldi partner azzal találkozik, hogy az önkormányzat ajánlata a Science Park, akkor pontosan fogja tudni, hogy mi az, amivel találkozik, mire számíthat. Nem egy sok százas listában iparterületek és felépítmények közül kell választania, hanem tudja, hogy milyen szolgáltatásokat fog elérni, ott milyen vállalatokat fog találni, ők milyen hozzáadott értéket képviselnek, és akkor a saját tevékenységét is így tudja megtervezni, kutatásfejlesztés, technológiai fejlesztést fog akkor idehozni Mátészalkára. A Tudományos és Technológiai Park cím a helyi vállalatok versenyképességének javításához is jelentősen hozzájárul. Ezáltal nem csak az új munkahelyek teremtése, hanem a meglévő munkahelyek versenyképességtétele is szempont. Ezáltal nem csupán a dolgozóknak a hatékonyságát kihasználva, hanem az a területi adottságok a hatékonyságát, lehetőségeit kihasználva is kedvezőbb árakat, versenyképesebb gyártást tudunk biztosítani. A város és a térség gazdaságfejlesztése szempontjából is kiemelkedő lehetőség, hogy a helyi ipari park tudományos és technológiai park címet kaphat. Ezt Mátészalka polgármestere mondta. Hanusi Péter hozzátette. A minősítés nem csupán egy üres címet akar, hanem az a társadalom minden szegmensére hatással lehet. A foglalkoztatás megnövekedésétől kezdve azoknak a szakembereknek a Mátészalkán és környékén való tartásáig, akik jelenleg fiatalok éppen végeznek, és gyakorlatilag magasabb szinten szeretnék munkájukat elvégezni, kiváló lehetőség számukra. Annál is inkább, mert a Tudományos Technológiai Ipari Parkokra a későbbiekben információink szerint külön pályázatot ír ki majd a kormány, és kutatásfejlesztésben azok a cégek, akik csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez, nagyon sokat léphetnek erőre, és természetesen ez egy nagyon jó lehetőséget ad azoknak a fiatal szakembereknek, akik kutatásfejlesztés területén képzelik el az életük további alakulását. Hanusi Péter azt is elmondta, a Tudományos és Technológiai Park cím mindezeken túl keretet is ad a Mátészalkai Önkormányzat és az ipari parkban működő vállalkozások évek óta sikeres együttműködéséhez.